Pokrócok, párnák, üres flakonok, zacskók és csikkek szanaszét a megyeszékhely egyik forgalmas utcájában. A volt Vetőmag székház bejáratánál és környékén rendszeresen ez a látvány fogadja az arra közlekedőket. Az épület a Magyar Állam tulajdonában van, aminek kezelését a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT végzi. Mivel az állami cég székhelye Budapesten van, így a helyi közterületfelügyelők értesítik őket egy-két hetente az itt uralkodó állapotokról. A Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság vezetője azt mondja, ez már nem maradhat így sokáig, mert bár nem az ő feladatuk, mégis a megyeszékhely látképét rontja, amiért viszont őket teszik felelőssé. Hogy milyen módon, hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy az ne jöjjön akár két, akár három napon belül vissza ez a probléma. De egyelőre még itt a napi szinten való odafigyelés és felügyelet és tisztántartás mellett tart a dolog. Keressük a végleges megoldást. De nem ez az egyetlen része a városnak, ahol az elmúlt hónapokban egyre többen panaszkodnak sok szemétre. Műanyag zsákok egy fatövében a szekszárdi felüljárónál. Még májusban keresett meg minket egy nézőnk, akinek a háza előtt napok óta égtelenkedett egy hatalmas szemétkupac. Csütörtökön fél egyfelé jött ide a festő, mivel ez a házat felújítjuk, és ő szólt nekünk, hogy ide a ház elé valaki délelőtt vagy az éjszaka folyamán egy nagy kupac háztartási hulladékot pakolt le. Akkor a szemetet riportunk elkészülte, után szállítatta el az önkormányzat. Ami itt van, ez meg egyszerűen csoda. Hiába tiltja még a tábla is a szemét lerakását, a szekszárdi lisztes földben mégis tele van a természet illegális hulladékkal. Néhány napja készültek ezek a felvételek, akkor a nemrégen alakult szekszárdi hulladékkommandó vezetője arról beszélt, hogy szinte nincs is olyan külterületi rész a Tolnai megyeszékhelyen, ahol ne lennének szemétkupacok. És arra jöttünk rá, hogy minden szurdik, minden mély szurdik tele van szeméttel. Aztán a legkülönbözőbb helyeken a vasúti töltés mellett, a palánki falu vagy település háta mögött vannak ilyen nagyon szép földutak, és egy kis erdősáv mellett vezet el, hát az végig ki van rakva szemétkupaccal. Aztán a Kesejűsi út, aztán a Csőrögető. Azzal kapcsolatban, hogy a helyiek szerint egyre több a szemét Szekszárdon, megkerestük a közgyűlésben tavaly többségbe került éjjel Szekszárd frakció vezetőjét is. Bomba Gábortól szerettük volna megtudni, mit kívánnak tenni az egyre inkább elharapódzó probléma kezelése érdekében, mert a kampányukban például arról beszéltek, hogy zöld programokat indítanak majd. Bomba Gábor viszont a konkrét kérdéseinkre nem válaszolt, egy szűkszavú e-mailben csak annyit írt, hogy szerinte a köztisztasági feladatok betartatása nem a közgyűlésben többségben lévő éjjel Szekszárd frakció dolga.